Mohácsi német önkormányzat 2015-ben rendezett először táncházat a Kossuth Lajos utcai német házban. Majd később az ifjúsági centrumba költözött a rendezvény, mostanra pedig már a Városháza előtti utcabállán nőtte ki magát az esemény. Idén az eredetileg júniusra tervezett Schwab programot július 1-én tudták megtartani. Az idejében ez a második nekifutás, de most úgy néz ki, hogy ez sikerrel fog járni. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy ez az utcabáli produkció rendezvény, ez a második legnépszerűbb rendezvénye a Mohácsi Német Önkormányzatnak a látogatottság tekintetében mindenképpen, ugyanis ide jönnek a második legtöbben el a Hall Fesztivál után. Hát ugye 3 héttel ezelőtt akkor megpróbáltuk, akkor sajnos az eső elmosta, de most nem fogja, úgyhogy semmi nem akadályozza meg ezt a rendezvényt reményeink szerint, és tényleg sok embert várunk ide a mai estén. A programunk az gyakorlatilag egy szabadtéri Schwab utcabál a Sextet zenekar közreműködésével. Én azt hiszem, hogy ez mindenképpen egy nagy érdeklődésre számon tartott esemény, tehát nagyon sokan jönnek Mohácsról, illetve a környező településekről is egy-egy ilyen rendezvényre. Az utóbbi időben azt tapasztalom, hogy egyre jobban tartják a hagyományokat. Sajnos a Covid-járvány egy kicsit közbeszólt ebbe a történetbe, mert azt lehetett megállapítani tényleg, hogy felfelő, ívelő pályát ír le szinte mindegyik nemzetiség itt Mohácson. Ez egy kicsit átmenetileg megszakadt, de reméljük, hogy folytatódni fog a jövőben. A Sextet zenekart 1991-ben alapították a Baranya megyei Véménden, mely mára már Dél-Magyarország elismert és sikeres együttesévé vált. Az ország egész területén, sőt külföldön is rendszeresen fellépnek. Mivel a zenekar tagjai a magyarországi németséghez tartoznak, fontos számukra, hogy részt vállaljanak a hazai németség zenei kultúrájának ápolásában. Ezt tükrözi repertoárjuk is. A zenekar neve az, hogy Sextet zenekar, vémindriek vagyunk, Véménről jöttünk. Igaz, hogy most már néhányan nem Véménden lakunk, én például Palotabozsakon, van, aki Pécsen, illetve Sásdon, 6-an vagyunk. Főként német népzenét játszunk, de természetesen minden mást is, úgyhogy teljesen változatos a repertoár. A Covid ideje nagyon, nagyon rossz volt, nagyon megsínlette a zenekar lelkileg, ugyanis hát másfél évig körülbelül nem játszhattunk, és teljesen bizonytalan volt, hogy mikor lehet újraindulni. Aztán nagyon, nagyon örültünk annak, amikor újraindult a szezon, és viszont most meg összetorlódott minden, tehát minden péntek, szombat ebből kifolyólag tele van. Ugye ennek most örülni lehet, de nagyon sok munkát is jelent. Itt Mohácson, hála Istennek, van egy olyan mag, akit ez érdekel, fiatalok, de sajnos azt látom országszerte, hogy maga a tánczene, és itt nem kifejezetten a Schwab zenére gondolok, maga a tánczene az kihaló félben van, úgyhogy ez ellen kéne tenni valamit. Mi igyekszünk. Ma kifejezetten Schwab lesz, úgyhogy ez volt a rendezőség kérése, de természetesen néhány magyar szám is, sláger, illetve csárdás esetleg elő fog fordulni az este folyamán. A mohácsi németség életében meghatározó szerepet játszik a Duna közelsége. A Mohácsi Német Önkormányzat egyik legnagyobb rendezvénye a júliusi Dunamenti Hal Fesztivál. A gasztrokulturális fesztivál célja a halételek sokszínűségének bemutatása. Idején negyedik alkalommal tudjuk megtartani a Dunamenti Hal Fesztivált, ugye 2 év kényszerű kimaradást követően, de annál nagyobb lelkesedéssel fogjuk az idei évi Hal Fesztivált megtartani. A július 16-án, mint ahogy elhangzott, a rendezvény a gasztronómia és a kultúra jegyében kerül megtartásra, ugye a gasztronómiát a halételek adják, a baráti társaságok jelentkezését várjuk egy jó főzésre, illetve aki késztetést érez magában, az meg is mérettetheti magát, ugye szakmai zsűri fog rendelkezésre állni ennek a segítségére. Aztán, aki esetleg nem szeretne főzni, de mégis enne egy új halételt, őre is gondoltunk, ugyanis egy halpont fog működni itt a Hal Fesztivál idején, ahol kiváló mohácsi halászlét, harcsapörköltet, illetve sült halakat lehet majd vásárolni. Aztán ugye a rendezvény másik apropója az a Schwab kultúra. Lesz egy Schwab utcánk, ahol Schwab népművészeti bemutatók, mesterségek, hagyományok, népviseletek kerülnek bemutatásra, illetve a két színpadon is Schwab kulturális műsorokkal készülünk. A
a legnagyobb produkciónk, úgymond, az az esti koncert lesz. A Die Meyerhofner zenekar, ők az ausztriai Tirol tartományból, a Zillertálból érkeznek egyenesen ide hozzánk Mohácsra, és őket követi majd az Unterrock zenekar, egy fergetegesnek ígérkező utcavállal.